Na szóval gyorsan felvezettem, kormányszöget csönkem X5-be. Vagy nem. Vagy nem. Ezzel a felnivel nem biztos. Hova ér? Hát ide fog. Ott a lengőkar, itt meg a izé, nagyon belóg a kerék. Nagyon széles. Ugye, mert hiába kísért és széles a felvon. Így. Kovács, ez mekkora gumi? 250. De egyébként 195-50 is jó. 95-50-15? Nem akarok nagyobbat. És akkor ide kéne egy 6-os felni, 6-feles. Hát 7. Most már csak de az optikán érdekel, levéve. De nem érdekel az optika, mert úgy... Pacek ez a felni, meg minden. De vegyél egy jobb gumit, 195-ből. Szemiszlik, 195-50, de 7-szor. És arra kell még figyelni, hogy lehet, hogy a csavart át kell fordítani, hogy hátul legyen. Igen, mert akkor az is annyit ad neki, hát az már sokkal, az már bőven fog adni. Megcsinálom a csonkálványt úgy, ahogy én jónak látom. Tegyük be. Igen. Tegyük be, nézzük meg, hogy mit tud vele. De ebből felni vásárlás lesz. Meg fékbetét csere, igen. Az, igen. Mivel elő kormányműves, ezért berázni biztosan nem fog. Mi a target? Mennyi most a, ez, hát ez ilyen 30 valahány fok. Mennyi a target? Tehát 45? 45-öt azért érjünk el. Nyilván minél több, annál jobb, de a 45. De mondom, felni. Jó, tehát nyilván, mondom, nem ha, ezzel. Ha a külseje, tehát ha úgy megfogácsázzuk, akkor a külseje már... ugyanitt legyen, és 2 colt tudunk nyerni belül, tehát ha egy 6-feles felnit fölrakunk, az meg, akkor fú, az nagyon sokat hoz. Itt az a kérdés, hogy 10 fokkal már sokkal barátságosabb, és csináljuk meg, hogy eddig jöjjön, addig jöjjön ezzel a felnivel. Én ezzel kezdeném, aztán, hogyha az kész, nem megbeszéltük. Akkor jó, felni. Akkor figyelj, már tudom is. Kinéztél egy kocsit a használt piacon, de valami furcsa? Kérd róla Carvertical jelentést. A Carvertical több mint 25 országban biztosít járműtörténeti ellenőrzést. Adataik különböző nemzeti nyilvántartásokból, biztosító társaságoktól, autógyártóktól, autóértékesítőktől, valamint törött autóárverésekről és autófenntartási adatbázisokból származnak. Hallották a kritikáitok a Carvertical-nál, és akkor most pár dolgot tegyünk rendbe. Van lehetőség pénz visszafizetésre. Mégpedig, ha a Carvertical nem talál elég adatot a lekérdezett autóról. Nézzük is ezt meg egy pár példával. A opció. Kevés információ van a jelentésben. Erről az i30-ról láthatjátok, kevés az info. Ebben az esetben forduljatok bizalommal az ügyfélszolgálathoz, mert ez nem számít hasznos lekérdezésnek. B opció. Sok információ, de nincs csalásra utaló jel. Erről a BMW-ről elég sok információ található a lekérdezésben, 10 évre visszamenően. Ez nem számít használhatatlan lekérdezésnek, hiszen rengeteg infó található benne. C opció. Sok információ, jelentős problémák. Bizony, ez az Octavia is kapott már egy nagy pofont az élettől. Ha lekérdeznél autót, mindenképpen használd a JunkBits kuponkódot, vagy használd a leírásban szereplő linket. Így ezzel minket is támogatsz, és te is egy 20%-os kedvezményben részesülsz. És most vissza a videóhoz. Nincs is jobb, mint beletett sokat kiszedni. Ó, persze. Csak ilyenkor nem szabad türelmetlennek lenni. Bát, de csavariz megérkezni. Előkészítettük arra, hogy egyáltalán bármit tudjunk kezdeni vele. Kivakartam a szarból, amiben hagytad. Ez is az a kategória, az a futó, ami nem fogod kézbe, meg nem használod. Addig azt nem mondod neki bármit. Ez mindenkit meggyőzött idáig. Zsata? Ez dabasbazon. Sőt, ha megnézem a fősőt, az egyenesen dikaz. Itt fogom kiszerkeszteni a csonkálványokat. Ne röhögjél, bazd meg! Először is mérünk egy lyuk közepet, csak ugye az lenne a lényeg, hogy síkra tudjam tenni. Amúgy meg, ha megnézed, itt a lyuk közép, így, majdnem így áll egyenesen, látod, hogy mekkora? Az Ackermania. Igen. Összecsavarozom a kettőt, és akkor viszont meg már tudom egyformára csinálni őket. Érted, hogy mit mondok? Ez most nagyon mértaninak tűnik. Mondom még egyszer, scientific. És
őket is összecsavarozod, és úgy vágod el? Tudjam, még marcs. Hát ezek nekem menet közben jönnek ezek a... Ezt nem mondom bevált recept, hát azért kérdezem. Most, hogy párosítottuk őket, innen hátulról fogom elnyesni. Tudni, hogy a Tóni mivel akar jönni. Mert ha mondjuk azzal, amivel gondolom, egy sarokcsiszolót. Mi mondj idejére? Most kapottam a kocsiba. Jó van, na gyere! Pisz! Cső! Meg mesélj már, mi ez az Ackermann, meg ilyenek. Ez egy szám. Na, szóval. Hát lerajzolom. Innen is látszik. De lerajzolom. Nagyon egyszerű. Az Ackermann az egy ilyen very interesting dolog. Mire való a gyári autóba? A gyári autóba arra való, hogy mindegyik kerék egy éven forduljon. Nagyon egyszerűen. Hát illetve nem egy éven, hanem a jó éven. A megfelelő éven. Igen, a megfelelő éven. Jó, rendben van. Van nekünk egy ívünk, jó? Azért rajzolom le, mert ha berakod a képet, úgy minden hülye paraszt tudni fogja, hogy érted, most könnyű elmagyarázni. Csak hogy megmutatom, hogy miért értem. Ennek itt van mondjuk a sugara. Na most, van egy gépjárművünk, legyen mondjuk ő a gépjárművünk. Ennek van egy hátsó tengelye. Na most figyelj, ez a hátsó tengely közé. Őt, ha ide nézzük, legyen nagyobb a gépjármű. Jó, mondjuk az az első szél. Nem, látványosabb lesz, látod? Szóval. Azt mondja, hogy itt van egy hátsó kerékünk. Hát ez nagyon stancet. Nem baj, nem ez a lényeg. Ugye van egy tengelyünk, itten, ő a tengely. A kettő darab irányító karba, ez a két furat, pontosabban a két forgáspontnak, ami itt van, hogy jó legyen az Ackermann, teljesen mindegy, hogy elő a kormányműves, vagy hátul kormányműves. Ennek így ide tengely közébe kell néznie. Így-e? Tehát erre itten fúrunk egy lukat, arra ottan fúrunk egy lukat, ottan, és amikor ezt elkezdett forgatni, ugye nem egyformán húzza be a kerekeket, tehát nem egyformán fordítja el, hanem elkezdi, és az ív belsőt mindig jobban elfordítja. Hát hiszen szűkebb éven fog. Ugyanis, ha mi összekötjük, tehát itt az egyik kerék, így, most egyenesbe rajzolom, ne kössetek bele, de meg ne röhögjél, buzeráns. Tehát ő, és ő kerék different sugáron fordulnak. Ja. És ez a képlet fogja megadni, ő az Ackermann, ő, tehát ez a szög, ez a szög az Ackermann szög, és hogyha mondjuk csinálok egy sokkal kisebb sugarú kört, mondjuk nagyon durván befordítjuk, és mondjuk itten van akkor a vizénk, ha egy ugyanekkora gépjárművecskét mondjuk én ide rajzolok neked, így, akkor van egy hátsó tengelyünk, van egy egyik első kerék, másik első kerék, és hogyha én ezt merőlegesen rárajzolom a keréket, akkor arra, akkor már látszik is a különbség. De ez csak gyári autónál fontos. Ez gyári autónál. Hát nem is a gyári autónál. Figyelj, ez a kis, tehát az Ackermann, amikor nagyon-nagyon kijön, az parkolás. Igen. Tehát amikor picit fordítasz a kormányon mondjuk 5-8 fokot, igen, 100-nál, minél nagyobb sebességnél, ott nem annyira jön ki, mert ez például a kerék összetartással be tudod lőni, hogyha már NASA futóművet csinálsz, egyébként akkor ilyenekkel lehet... Egyszerűen lefordítva ez dinamikus széttartás. Tulajdonképpen. Na? De kár, hogy nem téged látok. Ezt a büszke tudálékos fejet látnátok? Igazán remek. Igen. Lehet, ezt úgy is lehet hívni, hogy dinamikus összetartás. Csak nyilván nem úgy hívjuk, hanem Ackermannnak hívjuk. Nem véletlenül. És ez ott látszódik most, hogy ez ugye most egyenesben van a kerék. Így van. Ha úgy tetszik. És ő, ha most ezt itt össze akarom kötni egy egyenes dróttal, amit most már tudok, hogy hoztam a legesztő pálcát. Tehát ha én ezt ráteszem ide, csavar középre, akkor látunk egy bizonyos szöget. Nem tudom, mennyire látszódik hát, ez a korán, de én látom. Mert ugye csonkálványjal egyenesen, és ahhoz képest ugye Ferdinánd. Igen, ha fölülről látod, ez mekkora lehet ez egy 6 fok, 8? Hát kb. 6-8 fok. Tehát mi megpróbáljuk ugyanezt a kb. 6-8 fokot. Azért akarom itt a vizén összepöttyinteni, meg mindent itt meg akarok csinálni, hogy nagyjából megtartsuk ezt az Ackermannt. Tehát az a lényeg, amikor teljesen alátekered a kormányt, mit fogsz többet, parkolni vagy driftelni? Hát, nyilván driftelni. Biztos vagy benne? Sziasztok! Hozott valamit a bácsi. Fejlesztési darab? Nincs rajta cikszám. Daniel Cheng.
küldte ezt a nevét. Daniel Cheng? Igen. De ne dobd a padlóla, de durva. És DC-ig, áj, de tudtam, bazd meg! Hogy megvágtam? Hallod? És nem hiszed el, direkt azért nem vágtam el a csonkáványt. Kedves Antal, nyugodtan publikálhatom egy oda megfelelő oldalra? De van rá, cikszem, akkor igen. Na mindegy, szóval ez egy olyan fél éve, egy atovűgó körülbelül. Hát az már rége. Lehet, hogy megkaphatok. Veri szikra védő, igen. Gyors záras, minden, abszolút. 2023. 2023. Ez pedig, ez pedig. Hát a 24-be kerül. 2023? Igen, igen, igen. Április. Van rajta cikkszám, tehát ez minimum 2023. Minimál info, maximál hype. Ezen az elven élünk. Officialben ez a legelső nálam itt Magyarországon? Igen. Na, ez na, volt a kérdés. Nem értette. De én értettem, akkor nem tudom, mit nevezünk használatni. Ezt, nem? Igen. Akkor ez egy DCG 460 first test. Egy kilenholó. Igen. Hát gyors vágó. De ez már inkább? Ez, igen. Ez már ez van. Nem. Hivatalosan ez még mindig sarok. De nem sarokba csiszolok. Ekkora sarok nincs is! Kisházba laksz. Mi villogott kirosan, amikor nagyon beterhelt. Mikor csak, amikor nagyon hát beterhelt. Hát hülye vagy, úgy nyomtam neki, mint az állat. Akkor Tony elolvassa, hogy mi a piros. Szerintem tilos. Nincs éppen a papír. Hülyított, hogy nyomtam neki? Ó, haveri nyomtam. Mutasd, hát nézzem. Megnézi papa? De hülye vagy, de hogy is. Nem, hát mit gondolsz? It is concrete. It is concrete. Akarsz valamit berakjak neked, hogy valami is Isten? Valamit berakjunk neked? Berakok én neked, olyan megvan. Jó, fiú. Szóval ez szamber hír. Uh-huh. Extra hozaganyagos, azt hiszem, tölted majd a CO mellé. Hát ezt tettem, hogy mit akar. Uh-huh. Most már nem egyenes. Van nyitva. A festő kihozza! Ki itt elé? Amikor kijön, akkor fog eltörni. Most már kint van. Oh. This is the angle. You know what I mean, bro? Hát, ha elférne, akkor igen. Can you bring here the new knuckle? Nagyon szépen mondtad. He. Lassan két mondatot is el fogok tudni mondani. Ez még mindig ről. Na, mindent egy gyerek ez. Kavicsokat meg köveket dugdosod a segjükába, hogy másnak fáj vacsa. Na, jéjé, na. Adjál ide kúcst. Like this. Ackermann kapott egyébként, gazdagon. Tehát van, ez így pont ez a be tudsz állni mindenhova sztori lesz. És ez ilyen 45. Az? 50. Ja. Hát majd megnézzük a kerékbe. Most visszaengeted a kormányt. Ja, és még nincs beállítva az összetartás. Mert ugye most elvileg egy nagyon picit széttartásban vagyunk, tehát hogyha beállítok mindent, akkor már az is bejön, megy, ez jó lesz. Oda néz. Török néz? Ez like the Turkish honey. Look at this! Turkish honey! Csapály felület felújítás reszelővel. De ha nagyon szeretnéd, hozzá elég. Nem, most már ott nem. Ott van Copper Grease, a Chemistry Pro termékét hozz ide. Tudod miért jó? Most vehetem le. Alapos tisztítás követően. Hát természetesen. Restaurieren. Nekem ez a vallásom, a réspré.
ez a te arszpolitikád? Uh-huh. This is the Copperfield. És már tudjuk is fel a keréket? Hát nézzük meg, hogy mi hova ér bele kér. Szerintem hátrafele itt a... Uh-huh. Nem itt a kérdés. Ott a Drakenock. De majd ott beállítottuk az összetartást, akkor úgyis kiderül a valóság. Hát, ja. Addig csak Insta fotót lehet készíteni róla, hogy mennyire fogom jó. Oké. Akkor mi most föl szervírozzuk a keréket. Uh-huh. Ó, várjál. Várjál, mert ez nem is alul ér bele, baszod. Kicsípjek belőle? Uh-huh. Az... Uh-huh. Most... De figyelj, ez amúgy... Hát erre egy kicsit nyilván... Hát ugye ez a... itt egy 45 fok. Igen. Ez meg itt egy... Hát ez more than 45 fok. Igen. Na most kéne az a jó felni, ha lehet. És akkor ez egy 50, ez egy kényelmes 50 fok tartása. Errefele mibe ér bele? Hova? Errefele, ebbe az irányba. Stabrúd. Jaj, a stabrúd. Hát azzal sokat nem tudom csinálni. Miből van ez a stabrúd amúgy? Hát stabilizátorrúdból megmelegíteni. Hát miért hidegen nem lehet hajtani? Tegyük le a földre, jó, nézzük csak. Meg. Na jó, csak na. Ja, értem, ehhez gondolkodol előre. Na, nézem, hogy mi a fasz csináltunk. Azt ennyi. Ja. Épp vagy. Pici széttartással akarsz menni? Úgy volt eddig is. Igen? Nagyon röcse. Csak mi kiszámoltuk, hogy minden hozzáér. Na, hát akkor de minden kicsit. Nem, teljesen. Tóni, kezd el lassan tekerni, légy cí. Ennél gyorsabban. Egy páron megnézzük. Nem ültem két éve autóba, úgyhogy szenvedős lesz. Kocsognak egyébként a helyükön? Mert ugye mondtad, hogy még akár az is lehet, hogy... Nem. Van mi? Önök rendelték? Nem, ön nem. Jó árasítva átveszik. Ahogy, ja. Hátulról jövő most előre.
Ez majdnem mindegy egyébként. De ezt neked kell megfejtened, hogy melyiknek kell hol lennie. Azt mondta, hogy tegyük most be az összes kis olajigényt. Az összeset? És van 16 darabunk? Van, mert ott van még hátul egy doboz, amiben van. Na az, mi, hogy ebben milyen, nem tudjuk, hogy milyen. Nem, hát igen, ez a... Nézzük! Na, ez lútos, ez is lútos. Hát, hogy nagyobb rongy kellett volna, nem? Az is nútos, az is nútos, az is nútos, az is, az is. Az is, igen, az is. Az is. Tehát. Ez, amiben itt nincs nút, az a kis olajigényű. Oké. Okay. Don't have nút. No nút. Oké, okay. És a kipufogó oldalra kérte a Csabi izét, ugye? A kis olajigényűt. Igaz? Nem tudom, meg kell nézni, vagy hívjuk fel amúgy is. Akkor ebbe tudjuk, hogy ebbe csak nagy olajigényű volt, helyek szerint. Igen. Ez is most olyan, berakjuk, betalál, nem. Feleket szintele úgy. Tehát szerintem megecízzünk, rakjuk be azokat. Ja. Tehát kisebb olajigényű. Kipufogó. Putin. That's it. Visszarak, összerak. És tényleg ki van pucolva? Az ki van pucolva, igen. Tehát ne is szarakodjunk vele. Ja. Jó? Jó. Az összeset ezt rakjuk be. Így, ahogy van. Őket visszarakjuk oda majd? Azokat? Aha. Majd na, figyelj. Ez... Viszont azt mehet random. Nyom, nyom, nyom. És emlékszel, azért idő is kellett neki, igen, még igen. Elhallgatott, ugye? Elég sok. Hát nagyon sok idő. Te mit gondolsz erről? Én sorolódok az ára, gyerekek. Bámulok, bámulok. Majd köpjél bele, légy szíves, már anélkül nem szokott működni egyébként. Na, ja. Így már jó lesz. Így gondoltad? Így. Mi így járjuk az országot, világot, ott elhoztunk egy, hát mi úgy nevezzük, hogy kész a hegesztés, ez egy olyan dobozt, amelyik tudja minden eljárást, amit ebbe a műhelybe tudtok használni. Igen, ott és, látom a rövidítéseket. És az még az... többet is a kelleténél, meg elhoztunk egy handy plazmát, kávéfőzött, kihúzott, bedugott, és 13-as vasig tudsz elvágni, de lehet nem vágni, elvágni. Soha nem használtam még plazmát egyébként. Eszembe se jutott, amikor beszélgettünk. Hmm. Figyeljetek, hát vannak az elég triviális dolgok, kesztyű. Mi a különbség a másik meg eszköz? Ez egy nagyon vékony, finom bőr, szuper softnak is nevezzük ezt. Egy avikesztyű, finom munkákhoz. Akkor itt van neki a tesója, fogyórekmódás eljáráshoz szoktuk ezt javasolni, mert egy vastagabb, ez nagyobb hővédelmet nyújtó kesztyű, de és abban szabad? Neked bújj bele, nézd meg, ugye, ez csak szállítás miatt van benne. Ezt megmondom, hogy ez mire lesz nekem jó. De na ez alumíniumhoz. Alapvető különbség van a keretes, meg a keret nélküli, okay. Amit látsz. Ezek nem dinötös szemüvegek, tehát plazmavágáshoz nem feltétlenül javasolt, de simán tudsz benne plazmavágni, vezetni, bringázni napszemüvegnek, gyakorlatilag kültéri munkához munkavédelmi szemüveg. Ebből van egy jó pár darab. Tudtok benne kiváló a sarok csiszolni. Megígérem, kedves Antoine, beállok a sarokba és ott fog csiszolni. Egyetlen egy dolog hátráltat, azért nem szoktam a sarokban csiszolni, ott kurva meleg van, ott mindig 90 fok. Hát meg nem üres a sarok. Minden bizonnyal ez egy ilyen kabátka? Ez egy kabát, igen. Hát a karjai látod, aha, tiszta hasított bőr, hát viszont itt a has része, ez is egy ilyen tűzálló dolog. Wow. És csak valamennyire helyettesíthető a kabát. Ez nem kell beöltözned. Ezt fölhúzod a karodra, mint egy ilyen. Ez tudod mire jó? Amikor rettenetesen kurva anyáztam a szerena alatt. Ez egy ilyen karvédő, fölrakod, ez avihoz satupadra, amikor az ember dolgozik, meg nem égek le. Kezdjük. Rotamétered van? Mivel állítottad? Köszönöm szépen. Nagyon egyszerűen elmagyarázom, te is már abban a korban vagy. Ha elszorítod. Nagyon mondtam, akkor az egészes! Vegyük fel, vegyük fel! Elszorítod, messze pisísz, ugye? Ha meg elengeded a cipődre. Hallod? Ez azt csinál, amit akar. Na de, vetted a alapot. Értem, na. Értem. Én még a védőfelszerítésekből kívánok. Igazából két pajzsot hoztunk nektek a fő közép. Ő pedig abszolút élbolyba tartozik. Hát én erre azt mondom neked, hogy ez, ha tévéhez hasonlítjuk, akkor van mondjuk a Full HD, meg a 4K. Igen, körülbelül ez lehet mondjuk. Az, hogy gyárélem, nem cserélem.
Így szép lassan. Ez szóval, ami a kezelését illeti, ugye mondtam, hogy ez totál digitális, nem tudom, hogy a kamera mennyire fogja visszaadni. Van egy set gombunk, és akkor ugyanazok a beállítások, mint a Savage-nél, potméterrel digitálisan állítatok. Van még benne egy kék fényszűrő, mint ugye az új szemüvegeken, aki egész nap ül a monitor előtt, tehát nem fog olyan gyorsan fáradni a szemet. Megígérem, hogy nem ülök a monitor elében. De egyébként, hogyha kéne szemüveg, akkor tudsz belevenni egy kis dioptriás nagyítót, oda szépen be. Papának van egy látószemüvege. Anyas a szemüveg. Hát ezt most hagyjuk. Ez Tesco-ból jött, tehát én ebbe bőven elférek. Azt be tudom állítani, így van. Ugye a kosár és az optika között mekkora távolság van, tehát ezt tudod előre-hátra tologatni. Én azt is úgy állítottam be, hogy szemüvegbe elférjek benne. Valamit szoktam még szeretni, hogyha kell benne cserélni plexit vagy mélymást, itt van egy kis lista, kis cikkszámmal, nem kell kutatni a neten, hogy neked mire van szükséged, szépen kiolvasod a cikkszámot, és akkor tudod, hogy milyen plexit. Ezek az apróságok. Azt akartam mondani. Igen. Megnézi papa látószemüvegével, a papa megnézi, már is állítanak a papának rajta a látószemüvegével. Nem bazd meg, pont elfér. Figyelsz azért. Itt a képet, mikor kibontod, pisztolynak robbantott rajza, esetleg ha véletlenül szerelned kell, mint az autót, parancsol. Sanyi nem! Vigyük ezt közelebb, mert így biztos, hogy valamire fog egy párvázom. Csak ennyire, hogy annyira ne lógyatok. Jó pofán kívül. Figyelj, adok várj egy fél pillanatot. Parancsolj. Nálatok, karosszériánál, meg mindenné, ez a lényeg, hogy a vágási vastagság nagyon vékony, és nincs deformálódás. Az gyors. Tehát egy karosszériánál, amikor 0,8-as lemez, ha adsz, azt is megmutatom, de adjál 0,8-as lemez, légy szíves. Ilyen gyorsan csináltad? Igen. Ezt jelenti a plazma. Mondom, a kávézőzőt kihúzod, otthon is. Börtönben nagyon szeretné. És képzeld, a medve milyen durva, basz meg! Tehát mondjuk kávéfőzőt kihúztam, adok neki levegőt. De miért húznád ki a kávéfőzőt? Hát azért, mert... Inkább a számítógépet húzom ki, mint a kávéfőzőt. Jó, akkor még köszönöm szépen, kijavítottál, az kevesebbet fogyaszt. Végis elindul a gép, és lehet így vágni vele, ahogy az előbb láttátok. Uram, legyen szíves lekapcsolni szemüveget, fővenni, mert kapott. Ja. Ott egy csapóz. Hozom, főnök, hozom! Tehát az a lényeg, hogy mindig egy, mondjuk egy ilyen 30 fok. Azt igen. Igen. Aha. Hát ez jó. És még be is lassultam. Mondom, tehát gyorsabb volt. Igen, aha. Mennyire vetett? 35-re? Tehát nyugodtan innen is behúzhatom. Most ez bazd meg, elvágom a szart. Nem sóriás, mint a flexió. Nem vágjalak ezt meg. Nos, az előbb mondtam a srácnak, ahhoz, hogy a lukat kifúrják, elő kell vedd a fúrót. Ha véletlenül nem éles, meg kell élesz, még egy gépet be kell kapcsoljál. Oda mész, befogod, elindítod. Sprayt használsz, stb. Mennyi idő? Erre. Szemedre vigyázz. Kész a luk. Így néz ki az eleje, mert most vettük ki a dobozból. Nem. Igazán ez egy multifunkciós kis egyfázisú inverteres áramforrás. Gyakorlatilag az összes villamos ifegesztő eljárás tudja egy gépben. A csomag tartalmaz az összes munkakábelt, ami a különböző eljárás változatokhoz kell. Két darab csatlakozó van rajta, nem kell cserégetni. Tehát itt elől a funkciót kiválasztod, hogy javizni akarok, vagy huszalozni akarok. Két gáz rajta, nem kell a gázokat cserégetni. Na, mit tudunk a Wolfram köszörülésnek? Alapvetően ugye én is hegyesre szoktam köszörülni. Igen, de hogy? Mindig szembe. Igen. Hát, és én ezt körülbelül egy... Jó, igen? Ebben te többet ne köszönjük Wolframot, légy szíves. Így viszed bele a nyomokat, és ezt nagyítóval, ha megnéznéd, igen, és akkor szembe kéne, hogy ilyen, legyenek. Ilyen csúcsos lesz. Értem. És az ellenállás mindig merrefele megy, ahol a legkevesebb. Tehát azért fog innen égni a te éved, és nem a végéről. Itt van egy ilyen, aki szereti, aki nem. Én annyira nem szeretem, de az eszabnak ilyenje is van.
baj ez a... Hát az azért... Úgy hívják, hogy tikpen. Ezt meg kell szokni, mert ugye fordítva te így tekered, és azért nem használom én se. De aki kezdő, mint te, hát már bocsáss meg, aznak nagyon jó. Mert neked is benned van a mozdulat. Már így csinálom, akkor nem volt még ilyen. Igen. Is. Nem túin van, hanem all-in van. Hát ez ennek ez mondjuk kurva. Az összes húcső, nyelőcső, gégecső kilóg belőle. Nagyon egyszerű a kezelése, ami világos, igen, megnyomott, bementünk a házba, mi Avival akarunk egyezteni először DC-be, jó? Megnyomom, mutassa, hogy mit hova kell kötni. Ugye biztos? Azért így van. Papa, ne ül a látószemüveg, rajta van a nézők, mit csinálunk. Azért ezt még szokni kell, ugye másabb ez a pisztoly, ugye másképp áll, úgyhogy ezt most... Azt mondja, hogy szokni kell. Jaj, de kis finom. Más, nagyon más gép egyébként ez. Imádom egyébként. Alumíniummal, aki valamennyire tud hegeszteni, az nem tudja elvontani. Látószemüvegét? Hát ott van a papa előkészített, te látószemüvegét, papa. Ugye papa lesznek a papának látószemüvege, ugye? Látószemüvegét a papának hozni. Van neki a papának. Sok meg egyéb. De ő neki látószemüvege van. Mert van távol látószemüveg, meg rövid látószemüveg. Az kocsmácsé még az van, amit az Edison előre feltalált, az üveglencse. Még római centúriók hozták ide. Köszönöm. Azért vette, hogy az ősrobbanás törve vegyen a szemébe. Igen? A pajzs az egy álom, gyerekek. Az egy álom. Alatt megmozdulok és már gyúrva cert. Gyere, így szíves, állíts be a CO-ra. Kedjünk, üljenek. Te magyarázod itt, ugye? Bocs, név memóriám nagyon rossz. Te maci vagy? Mancs. Maci vagy? Te kusra! Olyan mackó testű. Jó hangja van. Folytás. Mit jelent a folytás? Senki nem magyarázza. Lányok szeretik. Hú, ezek imádják. Két sepkő. Igen? Két. Itt vagyok még egy darabig. Kávézunk? Igen, légy szíves, játszodjál vele, de szerintem annyira egyszerű a gép, hogy nem kell. Ezt lecsukom, jó? És megyünk kávét csinálni. Jó. Mit veszünk? Hát nem az, hogy fúrta. Kijöttünk tökőre. Mi jöttünk ki tökőre, Norbi, mert mi jó fejek vagyunk, és nem akarunk 200-al menni a német autópályán, mert az messze van, ugye? Így van, ezért kijöttél ide. Meg fogjuk tekinteni, hogy az MX-5 200-ra föl tud gyorsulni. Vagy ha nem, akkor 400 méter. Téren, vagy egy 400 méter, igen. Majd kiderül. De mi nem akarunk az autópályán. Ugye, hogy jobb gondolat ez itt? Persze, itt zárt körül. Mindenkinek van lehetősége 200-al menni. Ha valami baj van, itt van Matuka. Na-na. Na-na. Ez most fájt. Jó, csak láttuk már sok év tesztelés, amit én szoktam látni, itt mindig jó, ha van. Szóval mi mondom, jó fejek vagyunk, meg kijövünk ide tesztelni, és nem az országúton baszhatunk, még nem az Árpád hídon, meg nem ilyen helyeken, mert mi jó fejek vagyunk, ugye? Így van. Egyébként meg itt legális körülmények között street legál verseny, ahol csak utcai autókkal lehet jönni. Igen, tehát, az jó hogy lesz még ilyen az lesz még. Ú, nem is tudom, valamikor jövünk. Október 7-e. Október 7. Így van. Ja. Az lesz street legál, csak és kizárólag rendszámos forgalmi utcai autók. Na, lássuk ezt a csodát. We are in Tököl. Jó kis privát edzésen vagyunk, és kaptunk lehetőséget arra, hogy ittent megnézzük a... Mit szeretnénk? 400 méter? Nézzünk egy 400 méter. Avagy 0-200-at. Igen, ha elfér. És kaptunk erre a Red Sun Shop-tól alias Jugovics
István, egy Racebox Minit, jól mondom? Igen. Szóval kaptunk egy Racebox Minit, és ezzel fogjuk megtekinteni a mért adatokat. Linket eléd? Ide? Ide? Vagy hát link ide. Ott lesz, igen. Itt, vagy ott? Nem, ott fönt lesz a link. Klik beló. Meg leírás. Leírás és link. Jó, úgyhogy do it. Ja. Most találtam a dolgokat. Hú, látom ott a Racebox. Ott van, már feltapasztottam egy csodálatos GoPro állványjal. Le vagyok üdvözlő. Szépen ötödik bele tiltott, és 198,5. De amúgy 13,8 a negyed mérföld. És de nem volt tapadásod az elején. Semmi. Megpróbáljuk még egyszer, kicsit messzebbről. Az van, kérem szépen, hogy játék és muzsika 10 percben, muzsika nélkül. Szeretnénk megint kedveskedni nektek egy kicsit. Egy kis sorsolásra gondoltunk, a DeWalt eszközöket már nagyon rég sorsolgattunk, és akkor most megint úgy döntöttük, hogy sorsolunk egy kicsit. Mégpedig játsszak a Patreonosok. Az alaptámogató csomag 1000 forint plusz áfa. Azért megnyerhetitek majd az itt nem látható DVE4237 típusú vezetékes sarokcsiszoló készüléket. Hú, egy Tony nagyon büszke rám, biztos vagyok benne, igen, csak az alaptámogatói csomagosok között fogjuk kisorsolni, hogy ugye a többi srácfiú ne játszon. A most már értem támogató, amely 2200 forint plusz áfába kerül egy hónapra, azok között ki fogjuk sorsolni ezt. Így-e?
nagyon ügyesen letetted. Ez amúgy ilyen fencin néz ki, tehát colos és milliméteres cuccok benne, van mindenféle átalakító, bitfejek, ilyen befogó, ahhoz befogó. Lapozz egyet. Jaj, olyan kis szép, nem? Milliméter, col. Az all-in csomag, ami nem más, mint rajongó, fan, megrögzött csomag. Na, azok között fogjuk kisorsolni ezt a DCS 438 E2T típusú készletet. Az E betű az általában, tudjátok, mit jelent? Viszont. Elektromos? Az basz meg. Ez a Power Stack aksi. Ja, igen. Öcsi flex. Most kifogok ám a mancsom, mert hogy ugye karácsonykor sorsolunk, de hát milyen évet írunk? Mancs, milyen évet írunk? Természetesen még 2023-at. Karácsonykor ki fogjuk sorsolni, ami kell ehhez, minimum 3 hónapos előfizetés, hogy úgy mondjam. Úgyhogy érdemes követni minket ott is. Aki őt szeretné megnyerni, abból nagyon kevesen lesznek, most is nagyon kevesen vannak, leginkább iszonyatosan nagyon-nagyon kevesen. És a Tóni nem vehet részt. És a Tóni nem vesz részt a játékban, mert igen, ő is Patreon, de ő nem vesz részt a játékban, ezt megígérjük. Patreonra fel, úgyhogy igyekszünk mindenhol visszatérni, most már a mancs, megdolgozol a pénzedért, bazd, hogy kirúglak a gecibe, ha nem. Kirúgod magadat a gecibe, ha nem. Patreonra fel, meg fogja érni, jó? Karácsonykor sorsoljuk a holmikat, természetesen azt is láthatjátok, nem csak a Patreonon, az szerintem ilyen TikTok akár. Ezt látik, kilájvozunk majd, hogy van internet. Kiváló internetünk van, ez live-ba ki lett, ez tényleg ez jó ötlet amúgy. Szóval, puszi, pá, folyt köp, csá, hagyjatok békén.